Az egyetemi éveim alatt kezdődött, amikor az ELTE könyvtárában, a kollégiumi könyvtárában dolgoztam nyári szünetben, meg iskolai időszakban is. Ott szerettem bele a könyves szakmába. Aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor a közgazdasági és jogi kiadóhoz kerültem, és utána az AKV-hoz, azóta itt vagyok, itt ragadtam. Ez egy szerelem. Még mindig a hőkkel való foglalkozás az, ami a legvonzóbb, a legérdekesebb, de ugyanakkor nagyon fontos és izgalmas, amikor ekkora egységet kell irányítani, emberekkel együtt dolgozni. Ez egy nagyon komoly feladat. Ez egy igen régi könyvesbolt, 1969-ben alapította még, mint az első könyváruházat, az Állami Könyvterjesztő Vállalat. Ez volt az országban az első ilyen nagy alapterületű bolt, és sokáig maradt is az ilyen, az egyetlen. Rendkívül nagy választékkal, klasszikus könyvesboltként, de mégis áruházként működött már. Tulajdonképpen ezt a hagyományt megőriztük, tehát a nagy választékot ma is tartjuk. Úgy szépirodalomban, gyerekkönyvben, szakkönyvben, idegen nyelvű szépirodalomban, nyelvkönyvben, tankönyvben különösen nagy választékot tartunk. Kedvenc könyvem, amit több mint 20 éve szeretnék újraolvasni, az a Háború és béke. Valamikor gimnazista koromban, amikor egy hétig influenzában feküdtem, akkor olvastam végig, és akkor nagyon tetszett, de szeretném most már újraolvasni, csak sosincs rá időm. A mostaniak közül pedig Vida Gábor könyvét említeném, az egy dadogás történetét, ami nagyon tetszett. Egy erdélyi származású szerző, és nekem van erdélyi kötődésem, és nagyon sok minden visszaköszönt az ő könyvéből. Persze nyilván a generációm is számít, hogy én abban olyan korú vagyok, akinek ez valamit jelent. Ha valaki érdeklődik a történelem iránt, akkor szívesen ajánlanám Bíró Szabolcs ma már regény folyamát, az Anzsukról, aminek a negyedik kötete nem sokára megjelenik. Ha pedig szórakozni, felüdülni vágyik valaki, és a könnyedebb irodalmat keresi, akkor jó szívvel ajánlám Nicholas Sparks köteteit, annál is inkább nem sokára jön hozzánk dedikálni.